Király Linda ritkán mutatkozik együtt szerelmével a közösségi oldalakon, így nem csoda, hogy imádják őket Linda követői, mikor közösen posztolnak. A pár legutóbb Párizsban töltött pár napot és Disneylandbe is ellátogattak. Élményeiről és terveiről beszélgetünk Király Lindával. Jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Az egyik kedvenc városom. Nagyon jól éreztük magunkat. Hát igaz, hogy ilyen 4 napos kis túra volt, de nagyon jó volt. Mi az oka, hogy ilyen rövid volt? Ennyire volt idő? Igen, ez most így alakult. Pont egy nappal előtte érkeztem vissza Los Angelesből, kint dolgoztam az új zenén, és akkor volt pont egy 4 napos kis kiruccanásra lehetőség. Egyébként ezt még a szülinapomra kaptam ajándékban, ami február végén volt, úgyhogy kicsit elcsúsztatok. Még nem sikerült, de most sikerült. Ugye Disneylandben voltunk, az összes hullámvasúttól kezdve szabad esésen minden. De ilyen gyerekek? Bírod az ilyeneket? Én imádom. Készít hosszú vagyok tőle. Mi nagyon szeretjük, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat. De jó, és elkísértéged Los Angelesben voltál? Most megyek, igen, most nem kísérte el, mert most dolgoztam 1-2 hetet, tehát ez egy ilyen rövidebb dolog volt. Előtte viszont, amikor az öcsémnek megszületett az első kisfia, a Kai, akkor kint volt velem New Yorkban, és most újra megyek ki július 15-én megint 1-2 hétre. Szabad tudnunk legalább egy keresztnevet, foglalkozást? A párom, persze, hát a párom, Zsombor, és ő egyébként rajzművész, most készül el az első filmje, animációs filmje, sőt, még a Hollywood Reporter is fölposztolta kint, úgyhogy... De ez még megy így, hogy ők szépen kézzel rajzolják, tehát a számítógép az még... Igen? De most már digitálisan. Digitálisan. Rajztáblával dolgozik. Ez egy nagyon izgalmas foglalkozás. Igen, igen. És akkor ti hogy vagytok? Tehát, hogy így utaztok folyamatosan a világban, néha találkoztok a levegőben, vagy hogy nem, hát együtt élünk, tehát 8 éve együtt vagyunk most már, egyébként most májusban voltunk 8 évesek. De az a szerencse, hogy most már egyre gyakrabban tudunk együtt utazni, tehát őt is most már Los Angelesbe hívja a munkája, úgyhogy most már egyre több ilyen lehetőségünk lesz. Hát és gondolom 8 év után azért gyakran felmerül a kérdés, hogy esküvő. Én 5 éve vagyok mennyasszony, minden tervben van, csak egyszerűen még nincs meg a dátum, tehát annyira 2 percenként változik, hogy hol vagyunk a világban, meg mit kell csinálnunk, úgyhogy most egyelőre erre koncentrálunk, aztán... Egyébként erről szoktatok így beszélgetni? Tehát nem arról, hogy mikor lesz, hanem hogy ha lesz, persze, akkor milyen lesz, és milyen lesz a ti esküvőtök, hogy tervezitek? Nekünk az a fontos, hogy a szeretteink ott legyenek, a családnak legyen jó, és az biztos, hogy a Zsombinak kell, hogy legyen valami mulatos, vagy... Mulatos? Igen? Ő nagyon szeret bulizni, az összes nótának a szövegeit tudja, úgyhogy... De ezeket a magyar nótákat szereti, tényleg? Hát figyelj, bulizni lehet rá remekül, tehát azt tök jó. Igen, ahogy látom, te nem annyira vagy az... De én imádom, tehát egyébként ez egy külön élmény azt látni, ahogy ő... elengedi magát. Tud táncolni, vagy úgy, ahogy igen, én csak szeretem? Akkor nem. Nem rajtam nevetni. Nem, de úgy. Na azért. Tud. Aha. Igen, nagyon helyes. De jó. És hova utaztok legközelebb? Hát most én megyek ki Los Angelesbe 2 hétre újra, dolgozom az új lemezanyagon, az nagyon-nagyon izgalmas, úgyhogy nagyon várom, hogy ez most már végre egy pár hónapon belül ki fog jönni az első dalabból, és utána közösen megyünk majd vissza Los Angelesbe. Most itt vagyok nyáron, nagyon sok fellépésünk van a Viktorral, úgyhogy... Lehet, hogy ez a hosszú kapcsolat titka? Hogy azért... hogy utazni kicsit külön. Egyébként igen, tehát ez tökéletes. Igen, az biztos, hogy nem lesz unalmas. Szabadságvágyad mekkora? Tehát, hogy neked ez így tökéletes ez a helyzet, vagy ez nagyon szokott hiányozni? Mindig hiányzik, de hát beszélünk, úgyhogy nincs azzal gond. Hogy oldjátok meg telefon, Skype, ilyesmi? Minden. FaceTime, telefon, Skype, ami éppen működik. Minden nap? Tehát ez minden napos, amikor? Igen? Persze. És a családdal? Igen. Mert hogy azért tőlük is távol. Vagy az egyik felétől, vagy a másik felétől. Tegnap este Skype-oltam pont az öcsémnek a fiával, tehát én minden nap látom a Kájt, mert megmondtam neki. Mennyi idős a pici? Most volt 4 hónapos. 4 hónapos, és most már felfedezte, hogy neki vannak lábai, és akkor így mutogatja őket, hogy neki vannak lábai. De itt van, pont látom. Ugye, ő az? Igen, szempillái hihetetlenek. Igen. Aha. Nagyon cuki. Kire hasonlít jobban? Nem tudom, mert tehát minden nap változik egy picit, és akkor nem tudom, hogy vagy az anyuka, vagy a Ben, de nagyon-nagyon-nagyon édes, és ez most fölrakott egy videót az öcsém, ahol boxol az apjával, és röhög, tehát ez nagyon tetszik neki, és úgy nagyon édes, ott vagyunk Zsombival. Most nálatok a családban azért van egy pár kisrác, ugye? Tehát, vagy hogy van ez? Van. Hát,
Most ő az első így unoka, tehát a szüleimnek, mármint ebből a családból. Akkor rosszul tudtam, bocsánat, én úgy nem, tudtam, ő az első. Igen? Jó, elnézést, igen, akkor tévedés. A bátyámnak van még három kis. Na, arra gondoltam, bocsánat, akkor mégiscsak. Jó. És nem szokták kérdezni, hogy hát ti nem akartok-e beállni a sorba valamikor? Az biztos, hogy szeretnénk családot, de most még nincs napi renden. Tehát most a karrier az első, mint a most mind a kettőnknek, és nagyon szépen egymás mellett haladunk, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon pozitív. Egyébként ez az év, ez tényleg nagyon-nagyon szépen halad. Meg jó, hogy Zsombor is támogat ebben, tehát türelmes, igen, és fogja a kezed, ő is nagyon építi a saját karrierét. Nagyon, köszönjük. Linda, nagyon szépen nagyon köszönjük, szívesen, hogy bejöttél, és hogy összeöltöztél a Dórival. Nagyon szépek vagytok, nem beszélünk, egységesen képviseljük. Csodaszép, köszönjük szépen, sok sikert nektek. Köszönöm szépen.